كاس العمر ما ظلت شلبي Je commence par me présenter très rapidement car mon background historique est important dans ce sujet que nous abordons ce soir. Röviden szeretnék bemutatkozni, mert ez fontos annak a témának a megértéséhez, amiről ma este szó lesz. Je suis d'origine de Syrie, de Damas, depuis peut-être le temps de Saint-Paul. Szíriából, Damaszkuszból származom, amely Szent Pálig nyúlik vissza. Et ma famille a toujours été chrétienne. A családom mindig is keresztény volt. En 1860, mon grand-père a émigré de Damas. 1860-ban a nagyapám Damaszkuszból emigrált. Au moment de persécution contre les chrétiens, où 20 000 chrétiens ont été massacrés par les Turcs. Akkor, amikor elkezdték üldözni a keresztényeket, és 20 000 keresztényt lemészároltak a törökök. Ekkor menekült Alexandriába. Ahol az édesapám is született, én is születtem, és fölvettük az egyiptomi állampolgárságot. Donc j'ai toujours vécu dans un milieu arabe, musulman, car les 96-94% de l'Égypte est musulmane. Mindig is muzulmán környezetben, arab muzulmán környezetben éltem, hiszen az arabok 94%-a muzulmán. Cette petite minorité chrétienne qu'on appelle les Coptes et ce qui demeure encore de christianisme dans un pays qui était autrefois à 100% chrétien. Az a kis kopt közösség, ami megmaradt kereszténynek, az képviseli ebben az országban a keresztény kisebbséget, holott azelőtt 100%-osan keresztény volt. Car avant la conquête musulmane, toute l'Afrique du Nord était chrétienne. A muzulmán megszállás előtt az a afrikai rész mind keresztény volt. On parle même de 680 évêchés, pas églises, mais évêchés dans l'Afrique du Nord, qui est actuellement entièrement musulmane. Észak-Afrikában 680 egyházmegye volt, nem plébánia, egyházmegye volt, ami most már mind muzulmán. Donc, le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, tout ça était une région entièrement chrétienne et très prospère. Tehát az északi rész, Marokkó, Tunézia, az a felső északi rész, az mind virágzó keresztény ország volt. Tout ça a été balayé très rapidement par la conquête musulmane. Mindezt nagyon hamar elsöpörte a muzulmán megszállás. Et il n'est resté que cette petite minorité chrétienne d'Égypte qui, jusqu'à présent, survit avec beaucoup de difficultés. És ez a kis egyiptomi keresztény közösség maradt, amelyik nagyon nehezen igyekszik életben maradni. Je pense, je ne suis pas un expert de l'islam. Nem vagyok iszlám tudós. Mais je vis la réalité de l'islam au quotidien depuis ma naissance. De a születésemtől kezdve az iszlám valóságában élek. Je suis sûr qu'il y a en Europe des spécialistes de l'islam qui connaissent peut-être l'islam mieux que moi sur le plan théorique et académique. Biztos vagyok abban, hogy Európában sokkal több olyan szakember van, aki nagyon jól ismeri az iszlámot, az elméletét is, meg a szellemiségét is. Mais je pense que tant que quelqu'un n'a pas vécu
la réalité de l'islam au quotidien. De meggyőződésem, hogy anélkül, hogy valaki ott élne az iszlám valóságában, a mindennapokban, son discours demeure abstrait et irréaliste. Annak a megszólalása csak absztrakt és irreális lehet. C'est le cas de beaucoup de conseillers de l'épiscopat en Europe. Nagyon sok európai püspöki tanácsos van ilyen helyzetben. Qui au nom d'un dialogue qui se veut gentil avec l'islam. Akik a párbeszéd nevében, hogy legyünk kedvesek az iszlámmal. Risque d'occulter la réalité quotidienne de tous ces pays arabo-musulmans. Valószínűleg nem értik meg pontosan ezeknek az arab iszlám országoknak a valóságát. Je suis donc ici ce soir comme un témoin de quelqu'un qui vit l'islam au quotidien. Tehát inkább úgy vagyok itt, mint annak a tanúságtevője, olyan tanúságtevő, aki ott éli meg a mindennapokban ezt a helyzetet. Je dois tout de suite vous dire que j'ai été pendant de nombreuses années directeur de Caritas en Égypte. Azt is rögtön elárulom, hogy Egyiptomban a Caritas vezetője voltam régen. Où les 90% des bénéficiaires étaient musulmans. És az akcióinknak az élvezői 90%-ban a muzulmánok voltak. Je suis actuellement directeur du collège jésuite du Caire. Où 60% de nos élèves sont musulmans. Most a kairói jezsuita társulatnak vagyok az igazgatója, ahol a diákjaink nagy többsége szintén muzulmán. Au niveau du collège, la convivialité est parfaite, l'entente est merveilleuse, il n'y a aucun problème. A kollégiumban nagyon szépen élnek együtt a fiatalok, nagyon jól megértik egymást, minden nagyon jól működik. Mais il faut bien dire que depuis une trentaine, une quarantaine d'années, l'islam un peu partout s'est radicalisé. De el kell mondani, hogy 30-40 év óta az iszlám radikalizálódott. Et que le dialogue devient de plus en plus difficile, pour ne pas dire impossible. És a párbeszéd egyre nehezebb, hogy ne mondjam azt, hogy lehetetlen. Je voudrais, dans une première partie, vous montrer comment l'islam a commencé et comment il a évolué. Először szeretném elmondani azt, hogy hogyan is jött létre az iszlám, és hogyan fejlődött. Mohammed, vers l'âge de 40 ans, a commencé à avoir des visions, des inspirations, des révélations. Mohamed 40 éves koratáján látomásokban, inspirációban részesült, látásban. Qui ont duré environ de 610 à 632, qui est l'âge de sa mort. Ez 610-től 632-ig tartott a halálának évéig. Mohammed était en contact avec des juifs et des chrétiens, et son oncle était chrétien, était un moine de chrétien. Mohammed zsidókkal és keresztényekkel állt kapcsolatban, a nagybátyja is keresztény volt. Et donc, pendant son enfance, il a beaucoup entendu parler du christianisme, de l'évangile, de la Bible. Gyerekkorában tehát sokat hallott a kereszténységről, az evangéliumról, a szentírásról. Et tout ça était dans sa culture, son subconscient. És mindez beleépült a kultúrájába, a tudatalattiába. Puis, il a eu donc cette série de révélations qui sont interprétées par l'islam comme une descente de la parole de Dieu sur lui, sur le, littéralement. És aztán voltak ezek a látomásai megvilágosodása, amit az iszlám úgy értelmez, hogy közvetlenül az égből szállt alá. Ces versets
se sont succédé pendant donc plus de 20 ans. 20 évig folytatódtak ezek a megvilágosodások, ezek a látomások. Et ont été retenus par ses disciples pour ensuite être écrit dans ce livre qu'on appelle le Coran. És a tanítványai mind megjegyezték azt, amit ő elmondott, és később leírták abban a könyvben, amit Koránnak nevezünk. Pour le musulman, le Coran est la parole même de Dieu descendu du ciel littéralement. A muzulmánok számára a Korán az valóban az Isten szava, amelyik leszállt, szó szerint. L'original du Coran existe de toute éternité auprès de Dieu. A Korán mindig is létezett az örökkévalóságtól fogva Istennél. Et la copie, si on peut dire, de ce texte est celle qui a été transmise à Mohammed. És úgy fogalmazunk, hogy a másolata az, amit átadott aztán Mohamednek, vagy Mohamed megkapott. Dans la vie de Mohammed, il y a deux périodes. Mohamed életében két szakasz van. La période mekkoise de la Mecque. Az egyik a mekkai időszak. Et la période médinoise lorsqu'il a quitté la Mecque pour s'installer à Médine. És a medinai időszak, amikor elhagyta Mekkát és letelepedett Medinában. Dans la première période, le message de Mohammed est un message religieux. Az első időszakban Mohamed üzenete vallási üzenet volt. Un appel au monothéisme contre le paganisme qui régnait à ce moment-là à la Mecque. Felhívás az egyisten hitre a pogánysággal szemben, ami akkoriban Mekkában uralkodott. Ayant rencontré une opposition à son message et une persécution, il a décidé en 622 de quitter la Mecque. 622-ben, amikor elkezdték üldözni és megpróbáltatások érték, akkor hagyta el Mekkát. Pour fonder une cité idéale qu'on appelle Médine et où il passe du statut de chef religieux au statut de chef politique. És akkor létrehozta az ideális várost, amit Medinának nevezünk, és akkor a vallási vezetőből politikai vezető lett. Et à partir de ce moment, les versets qui lui sont révélés ont une teneur sociale, politique ou juridique. Ebben az időben azok a kapott igék már inkább szociális, politikai vagy jogi témájúak. Les premiers versets comme les derniers, ceux des versets religieux comme les autres, constituent l'ensemble du Coran. Az első igék vagy szavak, amiket még a vallásról írt, és a második szakasznak az időszakai együtt képezik a Koránt. Mais ce qui est important de noter, c'est que à partir de 622, qui on appelle la date de l'Égire, c'est-à-dire de l'émigration. Tehát azt fontos megjegyezni, hogy 622 után, amikor ugye ő kivonult Mekkából, Mohammed passe du statut de chef religieux au statut de chef religieux et politique. Mohamed az egyházi vezetőből politikai egyházi vezető lett. Si bien que l'islam, à partir de 622, qui est le commencement de la religion de l'islam, így aztán 622 óta, ami az iszlámnak a megalapítása, devient un système global. Az iszlám globális rendszerré válik. Où le religieux, le politique et le social sont intégrés, impliqués les uns dans l'autre. Ahol a vallás, a politika és a szociális kérdések mind összefüggnek, egy egészé állnak össze. Et depuis cette date, l'islam a toujours été ce système total, totalisant, globalisant. Ettől a dátumtól fogva válik az iszlám egy ilyen totális és totalitárius rendszerré. Et c'est cela justement
la grande ambiguïté de l'islam aujourd'hui. És ez az a nagy ellentmondás, kettősség, ami az iszlámban feszül. L'Europe n'est pas consciente de cela. És Európa ennek nincs tudatában. Pour l'Européen, l'islam est une religion. Az európaiak számára az iszlám vallás. Bien sûr, l'islam est une religion. Persze, hogy az iszlám vallás. Mais il est plus que cela. De sokkal több annál. Il est un système. Egy egész rendszer. Qui embrasse toutes les dimensions de l'existence. Amely magában foglalja a létezés minden területét. Une mosquée n'est pas simplement une mosquée, c'est-à-dire un lieu de prière. Egy mecset nem pusztán mecset, tehát nem csak az imádság helye. C'est un lieu qui développe une vision de la société en conformité avec le Coran. Hanem olyan hely, ahol a társadalom valóságát megpróbálják összhangba hozni a Koránnal. Un peu ce qu'était la chrétienté au Moyen Âge. Körülbelül úgy, ahogy a kereszténység volt a középkorban. Au Moyen Âge, le christianisme était lui aussi un système total et global qui embrassait toutes les sphères de l'existence. A középkorban a kereszténység egy és szintén egy ilyen átfogó globális struktúra volt, amely teljesen magába foglalta az egész létezést. Jusqu'à la Révolution française. Egészen a francia forradalomig. Et à partir de là, le religieux et le politique ont été séparés. Attól kezdve a vallás és a politika szét lett választva. L'Église a résisté à cela, mais elle a dû bien reconnaître que c'est inscrit dans l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Az egyház ellenállt, de aztán be kellett látnia, hogy igaz az, ami a Szentírásban benne van, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császár, és Istennek, ami az Istené. Est-ce que l'islam pourra un jour séparer le politique du religieux? Az iszlám szét tudja egyszer valaha is választani a vallást a politikától. Comme le christianisme l'a fait. Ahogy a kereszténység megtette. C'est la grosse question qui se pose aujourd'hui. Ez a nagy kérdés, ami ma fölmerül. Cependant, la grande différence entre christianisme et l'islam. A nagy különbség azonban a kereszténység és az iszlám között. C'est que dans le christianisme, le politique et le religieux ne sont pas impliqués. Au contraire, ils sont séparés pendant des siècles jusqu'à Constantin, ils ont été séparés. Az, hogy a kereszténység és a vallás és a politika a kereszténységben külön volt egészen Konstantinig. Et cette implication du politique et du religieux est un phénomène contingent et historique. És amikor ez a kettő összefonódott, akkor ez ilyen történelmi pillanat volt. Qui n'appartient pas à l'essence du christianisme. De nem tartozik a kereszténység lényegéhez. Alors que pour l'islam, dès le départ, nous avons cette unité, cette osmose des deux qui a toujours existé dans l'islam. Az iszlám esetében azonban mindig is létezett ez az egység, ez az ózmózis, és azóta is fennáll az iszlámban. Il y a dans le monde 57 pays musulmans. A világon 57 muzulmán ország van. Il n'y a pas un seul pays de ces 57 dans lequel la constitution est laïque. Az 57-ből egyetlen sincs, amelynek az alkotmánya világi lenne, laikus. Sauf la Turquie. Kivétel Törökország. Mais la Turquie, dans la réalité, n'arrive pas à s'adapter à cette constitution qui a été imposée par Atatürk. De valójában Törökország nem képes alkalmazkodni ahhoz az alkotmányhoz, amit Atatürk kiharcolt. Et l'islam profond en Turquie est en train de ressurgir. És a Törökországban lévő
muszlimok vagy próbálnak vagy egyre inkább föléled. Si bien que le courant fondamentaliste et islamiste est en train de gagner et a pratiquement pris le dessus dans les dernières élections. Olyannyira, hogy a fundamentalista, iszlamista törekvések egyre inkább erőre kapnak, és ezt láttuk a választásokon is. C'est ça qui est inquiétant. Ez az, ami nyugtalanító. C'est que le seul pays laïc, az egyetlen laikus ország, de toute la constellation islamique dans le monde, a világ iszlám országai között, est en train de virer vers l'islam radical. Fondamentalist. Elindult a radikális fundamentalista iszlám irányába. C'est pourquoi ceux qui veulent ou qui militent en faveur de l'introduction de l'islam de la Turquie en Europe. Ezért aki arra törekszik, vagy annak a harcosa, hogy Európa, az Európai Unió vegye be Törökországot is. Risque fort de créer une tête de pont par laquelle l'islam pénétrerait en Europe dans une reconquête ou d'une conquête qui est dans sa visée. Az olyan helyzetet hoz létre, ahogy olyan hídfőállást, amelyen keresztül az iszlám be tud hatolni. L'enjeu de l'introduction de la Turquie en Europe est un enjeu très 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 grave. Törökország felvétele tehát nagyon-nagyon nagy kockázat. Et beaucoup d'Européens n'en sont pas conscients. És nagyon sok európai nincs tudatában ennek a kihívásnak. Chaque année je donne des conférences en Autriche et en Allemagne. Minden évben tartok előadásokat Ausztriában és Németországban. Il y a une quinzaine d'années, je rencontrais le directeur d'un centre culturel à Brixen-Bressanone. 15 évvel ezelőtt találkoztam egy ilyen kulturális központnak a vezetőjével. Dans le Tirol italien. Olasz Tirolban. Et je lui disais, qu'est-ce que vous pensez de l'introduction de la Turquie en Europe? Il me dit. És megkérdeztem tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy Törökországot fölvegyék az unióba. Il me dit, kein problem. Azt mondta, semmi gond. Je dis, tiens, kein problem. Tényleg, semmi gond. L'année dernière, je lui ai posé la même question. Tavaly föltettem neki ugyanezt a kérdést. Il n'a plus dit qu'un problème. Aztán már nem azt mondta, hogy semmi gond. Il a commencé à réaliser. Kezdte felfogni. Qu'il y avait là un vrai problème. Hogy valóságos probléma van itt. Et que de gens en Europe commencent maintenant à réaliser que l'Europe telle qu'elle a été engendrée par des siècles. És az európai emberek kezdik fölfogni, hogy Európa, ahogy kezdetektől kezdve létrejött vagy megszületett, risque au nom de la tolérance de tomber dans l'intolérance. A tolerancia nevében éppen az intolerancia helyzetébe keveredik. Toute une tendance qui se veut ouverte et accueillante à l'islam. Azt mondjuk, hogy nyitottak és befogadóak vagyunk az iszlámra is. En disant qu'un problème. Azt mondjuk, hogy semmi gond. Risque de se trouver un jour submergé par une conception de l'homme. De egyszer csak el fogunk süllyedni az olyan fajta emberképben, emberfelfogásban. Et de la femme, et de la société. És férfi és nő és társadalomról alkotott felfogásban. En radical contradiction avec ce que vous avez conquis à la force des poignets pendant des siècles. Ami gyökeresen ellentétes azzal, amit az évszázadokon keresztül erős akarattal kiharcoltunk. Il y a dans ce sentiment très généreux d'ouverture et d'accueil. Persze, hogy nagyon nagy lelkű vagy nagy vonalú dolog így befogadni mindenkit.
une ignorance, une inconscience et une naïveté monumentale. De ez tudatlanság, naivitás és a dolgok ismeretének hiánya. L'intention est très bonne. A szándék nagyon jó. Ouverture, dialogue, tolérance. Nyitottság, párbeszéd, tolerancia. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a ensuite et qu'est-ce qu'il y a derrière. De tudni kell, hogy mi lesz aztán, mi van mögötte. Que de musulmans disent actuellement, vous nous avez arrêtés à Poitiers. Sok muzulmán mondja manapság, hogy Poitiers-ben megállították. Au 7e siècle avec Charles Martel. A 7. században Martel Károlyjal. Et à Vienne pendant 2 ou 3 siècles où les armées musulmanes ont été arrêtées. És Bécsben is ugye 2-3 századon keresztül küzdöttek azért, hogy megállítsák a muzulmánokat. Mais nous irons beaucoup plus loin que Poitiers et que Vienne. De sokkal távolabb megyünk, messzebbre megyünk, mint Poitiers vagy Bécs. Par d'autres moyens. Más eszközökkel. Quels sont ces moyens? Milyen eszközök ezek? 3. 3 eszköz van. L'immigration. Az emigráció. Et si la Turquie entre en Europe, vous aurez un raz-de-marée. Ha Törökország belép az Unióba, akkor hát jön egy egész tömeg. Deuxièmement, la démographie. A második a demográfia. On peut parler d'une véritable guerre démographique. Valóságos demográfiai háborúról beszélhetünk. Quand les Européens ont 1 ou 2 enfants. Az európaiaknak 1-2 gyermekük van. Et que les musulmans en ont 7 ou 8. A muzulmánoknak 7-8. Ben dans 50 ans ou dans 100 ans. Akkor 50-100 év múlva. La majorité de l'Europe sera musulmane. Európa lakosságának többsége muzulmán lesz. Le troisième élément, a harmadik, les conversions. A megtérés. Car beaucoup d'Européens, par mariage, par voie de mariage, ou par d'autres moyens, embrassent ça. Nagyon sok európai házasság útján, vagy más úton csatlakozik az iszlámhoz. Et ces Européens islamisés sont souvent les plus virulents des musulmans pour un prosélytisme actif et militant. Ezek az áttért európaiak nagyon gyakran ilyen prozelita buzgalommal harcossá válnak a muzulmánok kit harcossává. Tout ceci étant dit, il faut dire que ce courant radical et politique est le fait d'une minorité. De el kell mondanunk, hogy ez a radikális vonal, ez azért kisebbséget jelent. Une minorité convaincue, engagée et motivée. Kisebbség, amely elkötelezett, motivált és harcos, meggyőző. Oui. On dira l'ensemble des musulmans sont pacifiques, c'est juste. Azt mondhatjuk, hogy a muzulmánok többsége pacifista, és ez így van. Mais ils sont noyautés, manipulés et poussés par cette minorité active et avec un plan, une vision d'islamisation de l'Europe. De ez az aktív kisebbség hajtja őket, nyomja őket Európa iszlamizálása felé. Et finalement, cette minorité active procède par intimidation. Ez az aktív kisebbség a megfélemlítés eszközével él. Il y a une espèce de terrorisme moral qui s'exerce sur l'ensemble des musulmans à partir de ce noyau actif. Erkölcsi terrorizmus gyakorolnak, gyakorol ez a kisebbség az iszlám vallásúakra. Et c'est ça le danger. És ez a veszély. Or, nous savons tous
que ceux qui façonnent l'histoire, ce sont les minorités. És mindannyian tudjuk, hogy az, amelyik az, ami a történelmet alakítja, az a kisebbség. Ce ne sont pas la majorité. Soha nem a többség. La majorité suit, c'est le troupeau. A többség a nyáj, amelyik követi. Partout, quelques individus. Mindenhol néha néhány személy. Bien organisé. Akik jó szervezettek. Bien motivé. Motiváltak. Mennyi foule. Vezetik a tömeget. L'histoire nous le dit. Erről szól a történelem. La foule suit. A tömeg követi. Actuellement, il existe un autre courant modéré en islam. Van az iszlámnak manapság egy visszafogottabb változata, mérsékeltebb változata. Modéré et éclairé. Mérsékelt és világosabb változata. Qui est contre cet islam fanatique et intolérant. Amely ellenzi a fanatikus és intoleráns iszlámot. Et ce courant existe en Égypte et dans l'ensemble des pays arabes et dans l'ensemble des pays musulmans. Ez az áramlat létezik Egyiptomban és az arab és muzulmán országok mindegyikében. Des écrivains, des journalistes, des artistes. Írók, újságírók, művészek. Des professeurs d'université. Egyetemi tanárok. Qui écrivent, qui luttent contre. Akik megírják, küzdenek ellene. Mais ils sont menacés ou neutralisés par l'autre courant. De fenyegeti őket, vagy semlegesíti őket a másik áramlat. Que de livres confisqués ou brûlés. Mennyi könyvet koboznak el, vagy égetnek el? Un exemple typique, c'est les versets sataniques de Salman Rushdie. Az egyik példa Salman Rushdie-nak a sátáni. Mais ce n'est là qu'un exemple. Ez csak egy példa. Je me trouvais un jour à Münster en Allemagne du Nord. Egyszer Észak-Németországban, Münsterben voltam. Et j'entre dans une librairie. Bementem egy könyvesboltba. Pour voir si mes livres se vendaient bien. Hogy lássam, hogy a könyveimet árulják el, jól megye. Et en entrant dans la librairie. És amikor betértem a könyvesboltba. Je vois un gros livre en allemand. Láttam egy német nyelvű vastag könyvet. La légende de Jésus. Jézus legendája. Ça ne m'a pas posé de problème. Hát, jó van, nem akadtam fel rajta. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mindenki azt hisz, amit akar. Et puis je demande au libraire, est-ce que vous avez les versets sataniques de Salman Rushdie? És aztán megkérdeztem az eladótól, hogy megvannak-e a sátáni versek Salman Rushdie-tól. Il me dit oui, on les a. Azt mondta, hogy igen, megvan. Ils étaient à la vitrine extérieure. Kint is volt a külső kirakatban. Mais nous les avons cachés dans le dépôt. De eldugtuk a raktárban. Parce que nous ne voulons pas que notre magasin soit saccagé. De azért, mert nem akarjuk, hogy a boltunkat megrongálják. C'était il y a 10 ans. Ez 10 évvel ezelőtt volt. Alors dans un pays chrétien. Egy keresztény országban. On peut dire que Jésus est une légende. Azt szabad mondani, hogy Jézus csak legenda. Mais il ne faut pas offenser nos frères musulmans. De a muzulmán testvéreinket nem szabad támadni. J'ai d'autres cas. Vagy megsérteni. J'ai d'autres cas où un chercheur. Vannak más eseteim is, van egy kutató. À Bruxelles. Brüsszelben. Et une autre à Genève. És egy másik Genfben. Travailler, préparer un livre sur l'islam radical en Europe. Akik könyvet írtak a radikális iszlámról Európában. Ils ont reçu des lettres de menace que s'ils n'arrêtaient pas, ils seraient zigouillés. Fenyegető leveleket kaptak, hogyha nem hagynak föl vele, akkor kinyírják őket. Le problème, c'est que on veut bien un dialogue. Az a baj, hogy persze, hogy szeretnénk a párbeszédet. Mais si
l'interlocuteur est à court d'arguments et que le seul argument c'est de vous couper la tête. De ha a beszélgető társunknak nincs elég érve, vagy az egyetlen érve az, hogy jó, akkor lenyakaz minket. Alors, comment dialoguer? Akkor hogyan folytassunk párbeszédet? Mais c'est un peu ça. Egy kicsit erről van szó. Alors, c'est pourquoi moi au-delà du dialogue islamo-chrétien. Ezért én azon túl, hogy az iszlám keresztény párbeszédről lenne szó. Je propose un dialogue islamo-musulman. Inkább iszlám-muzulmán párbeszédet javaslok. Où on mettrait en face un musulman modéré. Ahol leültetnénk egymás mellé egy mérsékelt muzulmánt. Et un musulman radical. És egy radikális muzulmánt. Et on leur poserait la question, qu'est-ce que l'islam? És föltennénk nekik a kérdést, na mi is az iszlám? Eh bien, vous n'aurez pas de réponse, ou bien vous aurez deux réponses opposées. Akkor vagy nem volna válasz, vagy két ellentétes válasz volna. Et c'est ça la grande ambiguïté. Ez a nagy ellentmondás, kettősség. Maintenant, je voudrais montrer comment, lorsqu'on parle de christianisme et d'islam, qui est le titre de notre conférence. Most arra szeretnék rámutatni, hogy amikor a kereszténységről és az iszlámról beszélünk, hiszen ez a témája az előadásnak. On dit quelquefois que Islam et christianisme sont très proches l'un de l'autre. Akkor gyakran mondjuk azt, hogy hiszen hát az iszlám és a kereszténység olyan közel áll egymáshoz. Et que finalement on peut très bien s'entendre. Végül is nagyon jól megérthetjük egymást. Mais le problème c'est que depuis 14 siècles le dialogue théologique piétine. A probléma az, hogy 14 évszázata a párbeszéd valahogy egy helyben toporog. Les concepts sont très différents. A felfogás egészen különböző. Quand on dit monothéisme, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Amikor egyisten hitről beszélünk, akkor mit is értünk alatta? Un Dieu un. Az egy Istent. Oui. Igen. L'islam dit Dieu est un. Az iszlám azt mondja, hogy Isten egy. Le christianisme dit Dieu est un. Kereszténység is azt mondja, hogy egy Isten. Mais quelle unité? Kell? Unité. Ja, milyen egységről van szó? Pour l'islam, c'est une unité monolithique et tautologique, si on peut dire. Ça veut dire Dieu est un et seul. Az iszlám számára az egy, az azt jelenti, hogy csak egy Isten van. Pour le christianisme, Dieu est un en tant que communion. A keresztények számára az egy Isten az kommunió. Le Dieu un est solitaire d'un côté, le Dieu un est communion de l'autre. Az egyik oldalon van az egy Isten egy magában, a másik oldalon van az egy Isten, magányos Isten, a másik oldalon van az egy Isten, a kommunió. Ces deux monothéismes absolument différents. Ez két egészen különböző egyisten hit. Et ce n'est pas, il n'est pas neutre que le christianisme soit fondé sur cette notion de trinité. Nem semleges dolog az, hogy a keresztény egyisten itt a Szent Háromságra épül. Trinité signifie unité dans la diversité. Háromság, Szent Háromság az azt jelenti, hogy egység a különbözőségben. Pour l'islam, c'est monolithique. Az iszlám számára ez ilyen egy tömb, egy totalitárius. Le christianisme a engendré une civilisation d'une richesse incroyable. A kereszténység hihetetlen gazdagságot hoz. Parce qu'au cœur même du mystère chrétien, il y a une dialectique. Mert a keresztény misztérium lényegében ott van a dialektika. Le christianisme est par essence dialectique parce que la Trinité est dialectique. A kereszténység születésétől kezdve dialektikus. Mert a kereszténység dialektikus. L'islam après une période de civilisation prestigieuse. Az iszlám egy fajta
civilizáció után nagyszerű de civilisation prestigieuse piétine depuis plusieurs siècles. Civilizáció után helyben toporog évszázadok óta. Et j'ai ici des tas d'articles de musulmans. Itt nagyon sok cikket tartok a kezemben muzulmánoktól. Qui se disent qu'est-ce qui se passe dans le monde arabo-musulman? Akik fölteszik a kérdést, hogy de hát mi történik az arab-muzulmán világban? Pourquoi sommes-nous à la traîne de l'humanité? Miért vonszolódunk csak így az emberiség után, vagy miért vagyunk lemaradva? Pourquoi l'Inde progresse à toute vitesse? La Chine, India, Kína, miért fejlődnek hatalmas sebességgel? Et pourquoi le monde arabo-musulman vit dans une espèce de sommeil léthargique? És az arab-muzulmán világ miért süllyedt ilyen letargikus álomba? Je lisais récemment en Autriche un petit article. Ausztriában nemrég olvastam egy cikket. Disant que l'ensemble des 57 pays musulmans dans le monde. Amely arról szólt, hogy az ország 57, a világ 57 muzulmán országa. A 57, pardon, a 550 université. L'ensemble des pays. Összességében 550 egyetem van. Alors que le Japon, un seul pays, en a plus de 1000. Csak Japánban, ebben az egyetlen országban több mint 1000 egyetem van. 57 pays ont moins ont la moitié des universités d'un seul pays qui s'appelle le Japon. 57 országban fele annyi egyetem van, mint egyetlen országban, amelyet Japánnak hívnak. Le problème à mon avis du monde musulman est un problème culturel. Úgy gondolom, hogy a muzulmán világ problémája kulturális. De réflexion critique. A kritikai gondolkozás. D'analyse. Az analízis, elemzés. D'ouverture. A nyitottság. La civilisation musulmane a prospéré pendant des siècles. A muzulmán civilizáció évszázadokig virágzott. Parce qu'elle était ouverte. Mert nyitott volt. Ouverte à tous les courants. Nyitott minden áramlatra. Et pratiquement ceux qui ont fait, ceux qui ont construit la civilisation musulmane, c'est d'anciens chrétiens. És végül is azok, akik létrehozták a muzulmán civilizációt, azok az egykori keresztények. Tous ces monuments prestigieux. Minden csodálatos épület. Avait pour architecte des chrétiens. Építésze keresztény volt. C'est à partir du moment où l'islam s'est refermé sur lui-même qu'il a dégringolé. És akkor, amikor az iszlám magába zárkózott, akkor ült le. Et actuellement le problème c'est qu'il se referme de plus en plus. És az a probléma ma, hogy egyre inkább bezárkózik. Voilà un petit peu mon commentaire de la Trinité comme facteur de progrès et de dynamisme. Ezt szerettem volna elmondani arról, hogy a Szent Háromság hogyan lehet a dinamizmus egyik tényezője, vagy tényezője. Un autre concept, c'est celui du Christ, la personne de Jésus. A másik, Krisztus személye maga. L'islam révère Jésus comme un prophète. Az iszlám Krisztus prófétának tartja. Et comme un grand prophète. Nagy prófétának. Mais certainement pas comme fils de Dieu. De nem tartja Isten fiának. Et que Jésus n'a jamais été crucifié. És Jézus sosem feszítették keresztre. Car il est indigne d'un prophète comme Jésus de mourir sur une croix. Hiszen nem méltó egy olyan nagy prófétához, mint Jézus volt, hogy kereszten haljon meg. Alors que pour le chrétien la croix est centrale dans sa foi. A keresztények hite számára központi helyen van a kereszt. Et la croix ça représente un concept de la dignité de Dieu qui est à l'extrême opposé de ce qu'on appelle la dignité.
a kereszténység Isten olyan méltóságát fejezi ki, ami ellentétes azzal, amit méltóságnak gondolunk. Il faut relire la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1 et 2. Olvassuk el Szent Pál korintusiakhoz írt első levelének első két fejezetét. Le Christ crucifié, sagesse de Dieu et puissance de Dieu. A megfeszített Krisztus Isten bölcsessége és ereje. Alors là, c'est une autre conception de l'homme. Ez egészen másfajta felfogás az emberről. À partir d'une autre conception de Dieu. Mert egészen másfajta Isten képből indul ki, Isten felfogásból. Et donc quand on dit que ils reconnaissent Jésus, ce n'est pas le même Jésus. És amikor azt mondjuk, hogy ők is elismerik Jézust, akkor nem ugyanarról a Jézusról beszélünk. Un troisième point aussi. Egy harmadik pont még. Qui est le point peut-être le plus sensible aujourd'hui. Amelyik talán ma a legérzékenyebb. Et qui est celui des droits de l'homme. Az az emberi jogok kérdése. Vous savez que les pays musulmans n'acceptent pas la charte universelle des droits de l'homme. A muzulmán országok nem ismerik el az emberi jogok chartáját. La liberté religieuse. A vallásszabadságot. Elle n'existe dans aucun des pays musulmans. Egy muzulmán országban sem létezik ez. Comme on dit en anglais, Islam is a one-way ticket. Egy útra szóló jegy, vagy egy irányba szóló jegy, ahogy az angolok mondják. On peut y entrer, mais on peut pas en sortir. On peut y entrer. Ja, tehát el lehet indulni arra felé, de visszafelé már nincs út. Un jour je causais avec un chef, il me dit mais quel est le problème? Nous donnons toute liberté. Je lui dis ah oui. Egyszer beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy itt nincsen semmi probléma, hát minden szabadságot megadunk. Mais tout chrétien qui veut se faire musulman, il y a aucun problème. Bárki, aki csak muzulmán akar lenni és keresztény, az nem semmi akadályt nem gördítünk az útjába. Je lui dis mais si un musulman veut se faire chrétien, ah ben non, il va pas quitter la vraie religion. És akkor megkérdeztem, hogy jó, de hogyha egy muzulmán szeretne áttérni keresztény hitre, hát szó sem lehet róla, hát nem lehet az igaz hitet, igaz vallást elhagyni. Et voilà le problème. Na, itt van a probléma. C'est ainsi que toute l'Afrique du Nord a été islamisée. Egész Észak-Afrikát tehát iszlám hitre térítették. Et c'est ainsi que bientôt l'Europe sera islamisée. És így lesz majd, így fogják iszlám hitre téríteni Európát is. Car l'islam se présente dans une Europe molle. Mert ilyen lágy, puha Európába érkezik az iszlám. Une Europe en perte de foi. Egy hitehagyott Európába érkezik. Qui rejette l'Église, qui rejette son héritage chrétien. Amelyik elutasítja az egyházat, elutasítja a keresztény örökségét. Je crains que vous ne vous réveilliez quand il sera trop tard. Tartok tőle, hogy akkor fogunk fölébredni, amikor már túl késő lesz. La solution c'est quoi? Mi a megoldás? Un renouveau chrétien, un renouveau de la foi. A keresztény megújulása, a új hitre ébredés. Mais pas simplement la foi traditionnelle. Nem a hagyományos hitre gondolok. Mais une foi réfléchie. Hanem átgondolt hitre. Profond. Mély hitre. Lorsqu'on parle de nouvelle évangélisation en Europe. Amikor Európa újra evangelizálásáról beszélünk. Il ne s'agit pas de reprendre l'ancienne évangélisation. Nem arról van szó, hogy a régi evangelizációt folytatjuk. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Az úgyse fog működni. Non. L'Européen d'aujourd'hui a besoin d'autre chose que du ronronnement de l'ancienne foi et catéchisme. A mai európaiaknak egész másra van szükségük, mint az, hogy csak a régi dolgainkat hajtogassuk nekik. Le dogme chrétien, la foi chrétienne est à repenser et à reformuler. A keresztény dogmákat, a keresztény hitet újra kell fogalmazni. Mais parallèlement à ce renouveau de foi que je préconise. A hitnek ez a fajta megújulása. Il y a une vigilance politique à avoir. Megújulásában
nagyon ébernek kell lenni, ilyen politikai éberséggel kell végezni. Une vigilance extrême par rapport à ce qui est en train de se passer. Nagyon, nagyon erős éberséggel mindazzal kapcsolatban, mi történik. Il ne s'agit pas de recommencer les croisades d'autrefois. Nem arról van szó, hogy ismét folytassunk keresztes háborúkat, mint hajdanában. Mais il s'agit de sauver votre héritage culturel et humaniste. Hanem mentsük meg a kulturális és humanista kincseinket, értékeinket, örökségünket. Qui risque de s'écrouler. Amely összeomlóban van. Vous avez payé un prix trop cher pour vivre cela, pour ne pas le laisser le brader actuellement. Túl nagy árat fizettünk azért, hogy most hagyjuk mindezt összeomlani, elveszni. Peut-être que l'islam en Europe sera l'aiguillon qui va réveiller le christianisme. Talán épp az iszlám lesz az a bökő, amelyik fölébreszti a kereszténységet. Je termine par quelques réflexions sur l'attitude du pape. Néhány gondolatot szeretnék végezetül a Szentatyától, a pápától. Le pape Benoît XVI, 16. Benedek pápa, est très conscient de tout ce que je dis là. Nagyon is tudatában van mindannak, amit elmondtam. Et ce n'est pas par hasard qu'il a fait cette déclaration un peu, comment dire, nem volt véletlen az a kijelentése, ami egy kicsit, hát nem is tudom, hogy mondjam. A Regensburg. Amit Regensburgban mondott. Il l'a fait intentionnellement. Azt szándékosan tette. Pour sortir le dialogue. Azért, hogy kilépjen abból a párbeszédből. Du point mort où il était arrivé. Kimozdítsa a párbeszédet arról a holdpontról, ahova elérkezett. Il y avait peut-être besoin de cet électrochoc. Talán szükség volt erre az elektrosokra. Les musulmans ont réagi en brûlant des églises, en tuant des religieuses et des prêtres. A muzulmánok úgy reagáltak, hogy földgyújtottak templomokat, megöltek szerzeteseket, papokat. Et certains musulmans ont écrit des articles que j'ai avec moi. És néhány muzulmán cikket írt, amelyekből van is velem itt. Disant ceci, en réagissant violemment au discours du pape. És azt írták le, hogy a pápa szavaira ilyen erőszakosan reagálni. Vous prouvez que ce qu'il dit est vrai. Éppen azt bizonyítja, hogy amit mondott, az igaz. Et oui. Így van. Alors, le pape actuel est en train d'entrer dans une autre forme de dialogue beaucoup plus franc et direct. A mostani pápa egészen másfajta párbeszédbe lép be, sokkal egyenesebb és direktebb. On n'a pas peur d'aborder les points chauds. Nem fél a kínos vagy érzékeny témákra tapintani. Et je pense qu'il est temps. És úgy gondolom, hogy itt az ideje. Et que lorsque un musulman vous dit, mais l'islam c'est la tolérance. És amikor egy muzulmán azt mondja, de hiszen az iszlám az maga a tolerancia. Faut leur dire, très bien, quand les 57 pays musulmans auront la liberté religieuse. Azt kell válaszolni, hogy rendben van, majd amikor mindez 57 muzulmán országban vallásszabadság lesz. Je croirai ce que vous dites. Akkor elhiszem azt, amit mond. Mais les déclarations c'est facile. A nagy kijelentések, az könnyen megy. Nous voulons des faits. De mi tényeket akarunk. Je termine par une petite histoire. Egy kis történettel fejezem be. Un de mes confrères se trouvait à Ankara. Egyik rendtársam Ankarában járt. Un allemand. Német emberről van szó. Il est arrivé en Turquie avec les meilleurs sentiments. Megérkezett török országban a legnagyobb nyitottsággal az iszlám iránt. És egy év elteltével, amikor a közösségében éppen vacsoráztak, il entend frapper à coups redoublés à la porte de la résidence.
hallja, hogy kívülről döngetik az épület kapuját. Il ouvre. Kinyitja. Un homme en sang s'écroule par terre. Egy vérrel borított ember esik ott össze. Il le ramasse. Il s'agissait d'un musulman converti qui avait été torturé par la police en Turquie, pays laïque. Betámogatták, és egy keresztény emberről volt szó, akit véresre vertek a hite miatt a laikus Törökországban. Megtért keresztény. Keresztény hitre tért ember volt. A rendőrség verte meg. Tehát összeszedték, elvitték a kórházba. Et il entre dans la salle d'opération. Bevitték a műtőbe. Une fois la porte fermée. És amint bezárult az ajtó, ils entendent des hurlements. Bezárult mögöttük az ajtó, kívülről ismét üvöltözés hallatszott. Ils étaient en train de continuer de le torturer. Folytatták ennek az embernek a kínzását. Ce confrère jésuite m'a dit ce jour-là j'ai compris. Ez a jezsuita rendtársam azt mondta, hogy akkor abban a pillanatban megértettem. C'est pour ça que je vous disais et je termine par où j'ai commencé. L'islam est une réalité qu'il ne faut pas simplement étudier dans les livres, mais qu'il faut vivre au quotidien. Visszatérek a kezdő gondolatomhoz, ahogy elkezdtük, hogy az iszlám nem olyan dolog, amit könyvből kell olvasni, hanem ott kell, ahhoz, hogy megértsük, ott kell élni. Mon discours peut paraître intolérant. Lehet, hogy az előadásom intoleránsnak tűnt. Mais je dirais qu'il est réaliste. Azt kell mondanom, hogy realista. Et je tiens à vous communiquer cette vision, car d'autres vous en donneront une autre. És szerettem volna nektek átadni ezt a látásmódot, mert valaki más pedig másképp beszél majd róla. Mais je trouve que c'est mon devoir de parler comme témoin d'un phénomène qui risque d'être très grave dans les années à venir. De kötelességemnek érzem tanúságot tenni arról a helyzetről, amely később igen súlyos helyzetet okozhat. Il est temps que l'Europe se réveille. Európának föl kell ébrednie. J'ai écrit un article ici. Írtam egy cikket, itt van. Europe, prends garde de perdre ton âme. Európa, óvakodj, hogy elveszítsd a lelkedet.